A ponthatárok kihirdetésével volt a pótfelvételi eljárás. Ennek keretében augusztus 7-ig jelentkezhetnek a szeptembertől egyetemen vagy főiskolán tanulni vágyók. Idén utoljára tehetik ezt meg nyelviska nélkül. Mint a hiradó.hu írja, érdemes kihasználni a lehetőséget, hiszen az utóbbi évek tapasztalatai szerint csupán minden második felvételészőnek van nyelviskája a jövő évtől legalább egy B2 szintű komplex nyelviska, vagy azzal egyenértékű okirat szükséges a felső oktatásba való bejutáshoz. Ez azt jelenti, hogy a februári felvételi időszakban már csak ezzel a feltétellel nyújthatják be jelentkezésüket a diákok. Szükség van tehát a gyakorlásra, mint 35 perc című műsorunk múlt heti adásában elhangzott, ma már az interneten és a telefonos applikációkon keresztül is könnyen fejleszthetjük nyelvtudásunkat. Kiváló nyelvoktató oldalak vannak, akár melyik nyelvhez, keresgetni kell az interneten, meg kell találni, szakemberek, tanárok biztos, hogy mindenkinek adnak segítséget, vagy éppen a gyerekek egymásnak, hogy én ezt az oldalt használom, én azt az oldalt használom, használják és éljenek vele, mert rengeteget lehet így tanulni, akár hallás utáni értést, akár olvasott szövegértését, beszélgetni, kommunikálni csoportokban például. Sokan játszanak egymással idegen nyelven. Már ez is jó, hogyha ha ő neki van egy hobbi, egy számítógépes játék, hogy az külföldi csoportokban, külföldi gyerekekkel teszi meg, és használ angolt vagy németet közben. A nyelviskolák szakmai egyesületének adatai szerint a nyelvtanulás nem olcsó, míg a csoportos képzéseket indító nyelviskolákban nagyjából 1000 forinttól indul egy tanóra, egy magántalánál töltött alkalom akár 5-6 ezer forintba is kerülhet. Bár az állam 2018 óta visszatéríti az első sikeres nyelvvizsga árát, ez csak a töredéke annak az összegnek, amit egyenjen megtanulására kell költeniük a diákoknak. Ezekre az ismeretekre pedig nagy szükség van később. A középfokú angol vagy német nyelvtudás ma már szinte minden munkakörben nélkülözhetetlen. A magabiztos nyelvismeret a legfontosabb munkáltatói elvárások között szerepel. Ehhez természetesen nem elegendő a vizsgabizonyítvány, valódi nyelvtudás is szükséges. Ezek a cégek már a telefonos interjúm felmérik a jelölt tudását, amit jellemzően online nyelvi teszt követ, csak ezután kerül sor az interjúra.